A legköltségesebb hiteleket a személyi kölcsön, a gyors kölcsön és a hitelkártya jelenti. Ezekből többet is használhat bárki, így könnyen előfordulhat, hogy egy idő után magasabb törlesztő részletet kell fizetni. Ha ehhez autó vagy lakáskölcsön is társul, az jelentősen megterhelheti egy család pénztárcáját. Ilyen esetekben érdemes lehet elgondolkozni a hitelkiváltáson, amelyre most a korábbiaknál kedvezőbb kamatkörnyezetben van lehetőség. Alapvetően többször tapasztaljuk azt, hogy az ügyfeleinknél is több személyi kölcsön vagy több hitelkártya van. Ezeknek jellemzően magasabb a kamata, ezért pont ezeknél a hiteleknél javasolnánk azt, hogy érdemes bemenni egy pénzintézethez és megkérdezni, hogy összerendezve, összerázva egy alacsonyabb kamatú, akár hosszabb futamidejű hitelre is átváltható-e. Itt lehet a legtöbbet nyerni, akár havi likviditás szempontjából, mint törlesztő részletcsökkenésnél, akár pedig kamatok tekintetében. Tehát egy 16-18-23%-os hitelt, manapság azért már meg lehet kapni egy 10-10%-os hitelként. Jelenleg 100-150 féle lakáshitel konstrukciója van a pénzintézeteknek Magyarországon. Ezek gyakorlatilag mind olcsóbbak, mint amiket néhány évvel ezelőtt lehetett elérni. A bankok nagyon versenyeznek az új ügyfelekért, akár kezdeti költséget nélkül is megigényelhetjük a hitelt. A másik az pedig a kamatkörnyezet. A jegybanki alapkamat az erősen kihatása van arra, hogy mennyi a hiteleknek a kamata és a törlesztő részlete, és ugye ha csökken a jegybanki alapkamat, akkor a hitelek is előbb-utóbb olcsóbbak lesznek. A probléma az, hogy innentől a mostani szintről lejjebb már nem sokat fog tudni csökkenni a jegybanki alapkamat, tehát a hitelek sem lesznek olcsóbbak, viszont hogyha a gazdasági helyzet az rosszabb lesz, akkor könnyen lehet, hogy a jegybanki alapkamat emelkedése miatt akár 20-30-40%-kal magasabb lesz a forinthiteleknek a törlesztő részlete, akár pár éven belül. Éppen ezért a változó gazdasági környezet kiszámíthatatlansága miatt mindenképpen érdemes rögzített törlesztő részletű hiteleket keresni, tette hozzá a szakértő.